A Sangold paradicsomot szeretném önöknek bemutatni. Ez egy narancsárga hoktél paradicsom, mint egy nagyon szép állomány mellett vagyok éppen. ide most kikészítettem egyet, hogy kérem szépen így néz ki egy nagyon szép palánta. hogyha ide közelebb mennek, akkor egyébként lehet látni, hogy gyakorlatilag milyen lesz ennek a színe. Ez tulajdonképpen egy narancsárga koktél paradicsom, édes, alacsony savtartalommal, és 2013-ban Angliában 60 fajta közötti versenyben elnyerte a legfinomabb paradicsom díját. Én is szeretem, többnyire mondjuk ilyen hát hát ilyen, ilyen pirí, pirítósok mellé, mondjuk ilyen, ilyen uzsonnára, nagyon-nagyon finom, és hát látszik az, hogy mennyire gyönyörű ez a, ez a, palánta. Mindjárt ezt most még egy picit jobban is megmutatom önöknek, hogyha ha itt alul lehet látni, akkor fantasztikusan már ezek a hajszál gyökerek ugye áttörték gyakorlatilag ezt a konténert. Ha itt ezt megnyomkodom oldalt, akkor nagyon szépen kijön a begyökeresedett kis, nagyon érzékeny kis paradicsom. Hát természetesen lehet látni azt, hogy itt ez az állomány, itt van ez a palánta a kezemben. Hát természetesen ezeket a palántákat, ha most azt mondja, hogy jó, jó, de hát én nem tudom, lakok, vagy, vagy Nagykanizsán, vagy akárhol az ország bármelyik szegletébe, hogyan juthatok hozzá egy ilyen paradicsomhoz. Közben beleszagolok, mert elképesztően finom, erős paradicsom illata van. Szóval, hogy hogyan jut el önhöz? Hát természetesen úgy, hogy különlegesség, a kertészetem különlegessége, saját teherautókkal, egészen az ön kertkapuják szállítjuk ezeket az érzékeny növényeket ládába, dobozokba, hiszen ezt nem lehetne feladni postán. Most képzeljék el ezt, hogy ezt a növényt bedobjuk egy dobozba, és akkor azon a görgő soron végigmegy a gyorspostai szolgáltatóknál, szolgálatoknál, ripitjára törik, és egy hát gyakorlatilag két napot a sötétben sem bír ki. Úgyhogy gyakorlatilag az ország teljes területén bárhol lakjanak, bárhol legyenek a kertük, ezt az érzékeny paradicsomot, ez bárhova el tudom, hogy Áltani, ö, teljes biztonsággal, nagyon kedvező szálltási feltételekkel. Ha ide ö, meg akkor lehet látni, hogy most április elején van, és, és, itt már bizony, itt vannak ezek a kis ö, terméskezdemények, illetve virágok. Tehát ez a Sangold koktél paradicsom, ez ö, hamarosan ez, ez ö, teremni fog, na, na, nagyon, szép narancsárga színbe, nagyon különleges paradicsomról van szó, úgyhogy érdemes minden kertbe megpróbálni, balkoládába kiültetni, fűszer és gyógynövényágyásba, vagy mivel, hogy ez egy narancsárga paradicsom, de díszítő értéke is van, akár egy előkerte vagy egy esetleg egy, egy utcafrontról is ki lehet ültetni, mert dísztövénynek sem utolsó.